Engedjék meg, hogy az elnökség tagjait bemutassam. Fodor János professzor úr, az Óbudai Egyetem rektora. Vajda István professzor úr, az egyetem doktori és habilitációs tanácsának elnöke. Borsa Judit professzorasszony, az Anyagtudományok és Technológiák doktori iskola vezetője. Galántai Aurél professzor úr, az alkalmazott informatikai és alkalmazott matematikai doktori iskola vezetője. Rajnai Zoltán professzor úr, a biztonságtudományi doktori iskola vezetője. Külön tisztelettel köszöntöm az ünnepségünkön megjelent Lovász László professzor urat, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét. És köszöntöm Teisz Bálint urat, a 3. kerület Óbuda-Békás-megye önkormányzatának kabinetvezetőjét. Köszöntöm ünnepségünk további résztvevőit, a hazai társ, felsőoktatási intézmények, akadémiai kutatóhelyek professzorait, az egyetemi doktori és habilitációs tanács, a doktori iskolák tanácsainak képviselőit, valamint az Óbudai Egyetem vezetőit, szenátusának tagjait, az egyetem valamennyi polgárát, minden kedves megjelentet. Engedjék meg, hogy én is bemutatkozzak, Réger Mihály, a tudományos tanács elnöke, tudományos rektor helyettes vagyok. Tisztelt ünnepi közönség! Kérem, hallgassák meg Fodor János rektor úr beszédét. Tisztelt Szemmelédi Endre professzor úr, tisztelt ünnepi közönség, kedves kollégák, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket az Óbudai Egyetem ünnepi szenátusi ülésén, amelyen tiszteletbeli doktori cím átadására kerül sor Szemmelédi Endre professzor számára. Külön öröm és megtiszteltetés, hogy Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is elfogadta a meghívásunkat, és velünk együtt ünnepel, ezért valamennyiünk nevében köszönöm neki. Az egyetem szenátusa a rektor javaslatára az egyetemi doktori és habilitációs tanács véleményének kikérésével dr. honoris causa tiszteletbeli doktori címet adományozhat évente legfeljebb 3 olyan személy számára, aki a szabályzatban foglaltak alapján arra érdemessé vált, abban a tudományágban, amelyben az egyetem doktori fokozat odaítélésére jogosult. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Óbudai Egyetem fiatal intézmény, az ország második legfiatalabb egyeteme. Története mégis 3 évszázadon ível át, és 1879-ig nyúlik vissza. Volt és van mit tanulnunk a korabeli tanároktól és vezetőktől, akik segítségével a jogelőd oktatási intézmények egyre feljebb és feljebb jutottak, mindig magasabbra. Az egyetemi státuszt az országgyűlés 2009. november 23-án született döntése révén kaptuk meg, miután teljesítettük az akkor hatályos felsőoktatási törvényben megfogalmazott egyetemi kritériumokat. Ez a törvény a főiskolák előtt nem zárta be a fejlődés kapuját, sőt, az akkreditációs feltételeket teljesítők számára lehetővé tette mester és doktori képzést, ami korábban az egyetemek privilégiuma volt. Mi úgy gondoltuk, hogy élünk ezzel a lehetőséggel. Az álom valóra váltása nagy erőfeszítést és alapos szakmai munkát igényelt, mivel az akkori egyetemek jelentős része eretnekségnek gondolta még magát a gondolatot is, hogy főiskola ilyen jogosítványt kapjon. A változásra nyitottak azonban egyetértettek abban, hogy a sokszor hivatkozott minőség, tudományos igényesség érvényesítésének garanciája nem lehet a formális besorolás, hanem csak az, hogy megfelel az adott intézmény teljesítménye a szigorúan, de következetesen megfogalmazott kritériumoknak és tartós értékeknek. És mi megfeleltünk mindegyiknek. A sors érdekessége, hogy a Zsigmond király által 1395-ben alapított első fővárosi egyetem, az Óbudai Egyetem 1410-ben történt újjáalapításának éppen 600. évfordulóján jött létre az új Óbudai Egyetem. Mi az egyetem dolgozói büszkék vagyunk erre a teljesítményre és eredményre, és arra is, hogy aktív részesei lehetünk ennek a kivételes folyamatnak. A mai Óbudai Egyetem az ország és a régió egyik meghatározó felsőoktatási intézménye, amely jelentős hatással van a magyar és európai műszaki és tudományos életre is. 6 karunkon és 1 központunkban
nemzetközileg is kompatibilis szerkezetben 13 alap és 9 mesterképzésben kínálunk a keresethez rugalmasan alkalmazkodó minőségi oktatást idegen nyelven is. A legkiemelkedőbb, legtehetségesebb hallgatóinkat három doktori iskolánk várja. 2009-ben alakult az első, az alkalmazott informatikai doktori iskola, ezt követte 2012-ben az anyagtudományok és technológiák, majd ugyanebben az évben az országban egyedülálló biztonságtudományi doktori iskola. A 21. század iparának mérnöki technológiái kiterjedten, intenzíven és ma már nélkülözhetetlen módon használják fel korunk természettudományos és matematikai ismereteit. Különösen igaz ez a mérnök informatikus, a villamosmérnök és a mechatronikai mérnöki képzésben, és sokkal fokozottabban a doktori iskolákban. Mindez újabb kihívást és új matematika és természettudományos ismeretekkel erősen megtámasztott kutatási irányok megjelenését eredményezte. Kinevelődött és folyamatosan képződik egy olyan jó képességű hallgatói kör, akiknek az érdeklődése a matematika, annak is a műszaki alkalmazások szempontjából releváns területei felé orientálódott. Természetes igényként merült fel az alkalmazott informatika területén túlmutató alkalmazott matematikai doktori képzés beindítása. Ezért aztán elkészítettük és a MAP-hoz benyújtottuk a kibővített doktori iskola részesítési dokumentumait. A MAP 2013-ban akkreditálta az új tudományterülettel a természettudománnyal kiegészült, immár alkalmazott informatikai és alkalmazott matematikai doktori iskolánkat a matematikai tudományákban, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem után ötödikként. Tisztelt ünnepi közösség! Egyetemünk büszke tehetséges diákjaira, kiemelkedő tanáraira, ismert tudósaira, kutatóira, elkötelezett munkatársaira. Nagyra értékeljük és elismerjük a teljesítményüket, örülünk sikereiknek. Különösen nagy megtiszteltetés egyetemünk számára, hogy számos világhírű tudóst is díszdoktoraink között ünnepelhetünk. Például Kálmán Rudolfot, a Kálmán szűrő atyát, aki korábban megkapta az egyik mérnöki Nobel-díjnak tekintett Charles Stark Draper díjat, aztán Olá György professzort a kémiai kutatások területén elért úttörő jellegű, nemzetközileg kimagasló Nobel-díjjal elismert teljesítményeiért, a sor hamarosan egy új kitüntetettel bővül, Szemerédi Endrével, a matematikai Nobel-díjnak is tekintett Abel-díj birtokosával. A most nem nevesített kitüntetettjeink is nemzetközi hírű tudósok, alkotó mérnökök vagy közéleti emberek, akik a maguk területén példaértékű, kimagasló teljesítményt nyújtottak. A Dr. Honoris Causa tiszteletbeli doktori cím adományozása valójában számunkra megtiszteltetés és különös jelentőséggel bír az egyetem értékeinek, jövőképének, státuszának és a magyar felsőoktatásban elfoglalt helye megerősítésének szempontjából. Tisztelt Szemerédi professzor úr, önnek külön is szeretném megköszönni, hogy elfogadta egy fiatal egyetemtől a tiszteletbeli doktori címet, amit egy még annál is fiatalabb matematikai doktori iskola javaslata alapján ítélt oda a szenátus. Ezzel a döntésével nagyszerű és követendő példát mutat egyetemünk oktatóinak, hallgatóinak, jelenlétével inspirálja doktorandusainkat. Talán nem is tudja elképzelni, hogy ennek milyen pozitív hatása lehet az egész intézményre és az itt folyó matematika oktatásra és kutatásra. Ebben a vonatkozásban is idézem Apáti István akadémikus ma is érvényes gondolatait. Amíg a nagy nemzetek fiaikat teszik naggyá, addig a kis népeket fiaik teszik naggyá. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Köszönöm. Köszönöm rektor úr szavait. Kedves vendégek, a mai napon tisztelettel adózunk dr. Szemérédi Endre professzor úr munkásságának, aki oktató-kutató tevékenységével, a kombinatorika és alkalmazásai, valamint a számítástudomány területén elért eredményeivel nemzetközi tudományos ismertségre, elismertségre tett szert. Az Óbudai Egyetem szenátusa dr. Honoris Causa címet adományozhat a rektor előterjesztése alapján a hosszú időn át művelt kiemelkedő, nemzetközileg is elismert tudományos tevékenység elismeréseként. Az egyetem szenátusa egyhangulag hozott határozatával Szemerédi Endre professzor úr részére
a Dr. Honoris Causa, azaz tiszteletbeli doktor cím adományozását fogadta el. Felkérem Vajda István urat, az egyetem doktori és habilitációs tanács elnökét, ismertesse Szemeredi Endre úr laudációját. Köszönöm szépen. Tisztelt ünneplő közönség! Szemeredi Endre akadémikus úr 1940. augusztus 21-én született Budapesten. 1965-ben végezte el az ELTE matematikus szakát, a kandidátusi fokozatot Moszkvai Állami Egyetemen szerezte 1970-ben. Az MTA, tehát a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet munkatársa 1965 óta. 1986 óta egyidejűleg a Rutgers Egyetem számítástechnikai tanszékének professzora. Vendégprofesszorként a Stanford Egyetemen, a McGill Egyetemen, a Dél-Karolinai Egyetemen, a Chicagói Egyetemen, a Kaliforniai Műszaki Egyetemen, a Montreali Egyetemen, a Princeton Institute of Advanced Study-ban, valamint a Berkeley Egyetemen dolgozott. Szemeredi Endre tudományos munkássága főként a kombinatórika és alkalmazásai, valamint a számítástudomány területére esik. Leghíresebb és legfontosabb eredményeit 1975-ben érte el, amikor igazolta Erdős Pál és Turán Pál régi, híres és megoldatlan sejtéseit, mert szerint a természetes számok minden sűrű részhalmaza tartalmaz tetszőleges hosszúságú számtani sorozatot. Ennek az eredménynek nem csak számos általánosítás és alkalmazása van, hanem a bizonyításnak egyes elemei, különös tekintettel a Szemeredi-féle regularitási lemmára kulcs szerepet játszanak a kombinatorikai kutatásokban. A számítástudomány területén a hashing algoritmusokkal, ritka adathalmazok elérési idejével, Turing-gépekkel, Boole-függvények komplexitásával, kiválasztási és rendezési problémákkal foglalkozott. Itteni legnevezetesebb 1983-as Ajtai Miklóssal és Komlós Jánossal közös eredménye egy párhuzamos rendező algoritmus. Szemeredi Endre munkásságát számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték el. Kétszer kapta meg a Grünwald Géza díjat, 1973-ban Rényi díjat kapott, 1978-ban az MTA matematikai díját, 1979-ben az MTA díját, 2012-ben Széchenyi díjat kapott. 2012-ben Prima díjat, 2013-ban pedig a Magyar Érdemrend Nagykeresztje elismerését kapta meg. 1975-ben a Siam Puja díjában részesült, 2008-ban megkapta az Amerikai Matematikai Társaság Leroy P. Steele elismerését, és szintén ebben az évben a Svéd Királyi Tudományos Akadémia ítélte meg számára a Rolf Schrock díjat. 2012-ben George Washington díjat kapott, majd szintén ebben az évben megkapta a matematikai Nobel-díjként számon tartott Abel díjat. Tagja az USA Tudományos Akadémiának, az Akadémia Európeának, a Norvég Tudományos és Művészeti Akadémiának. Díszdoktora továbbá a Prágai Károly Egyetemnek. Mostantól reményeink szerint az Obdei Egyetemnek is. Köszönöm figyelmüket! Megköszönöm Vajda professzor úrnak a laudáció ismertetését. Felkérem Szemeredi Endre professzor urat, nyilatkozzon a tiszteletbeli doktori cím adományozásának elfogadásáról. Köszönöm szépen Szemeredi Endre úr nyilatkozatát, és felkérem Fodor rektor urat és Vajda professzor urat a talár és a tiszteletbeli doktori címet adományozó okirat átadására.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A tiszteletbeli doktori cím átvételét követően a kitüntetett fogadalomtételére kerül sor. Kérem a jelenlévőket, hogy a fogadalomtétel idejére szíveskedjenek felállni. Felkérem Szemeredi professzor urat, hogy az egyetem jogara előtt tegye le a fogadalmat, melyet Vajda István úr ismertet. Fogadom, hogy a doktor honoris causa címet adományozó Óbudai Egyetem honoris causa cím egyetem hírnevének megőrzésén legjobb tudásom szerint munkálkodom. Minden erőmmel arra törekszem, hogy tudásomat továbbra is az emberiség felemelkedése, az egyetemes emberi kultúra fejlesztése, a tudományos haladás szolgálatába állítsam. Köszönjük szépen! Tisztelettel felkérem Szemeredi professzor urat, szíveskedjen aláírni a fogadalmat. Mindannyiunk nevében gratulálunk a kitüntetéshez, és további munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk. Tessék helyet foglalni. Tisztelt ünnepi közösség! Kérem, hallgassák meg az Óbudai Egyetem vegyes karában éneklő öt kollégánk előadásában három számot. Az öt kolléga közül három matematikus, két informatikus oktató, így különösen indokolt, hogy ők énekeljenek. Most a műsor pedig Giuseppe Pitoni, Boldog, aki énekel. Második szám Gölles Martin, Tiszai csönd, ez egy Juhász Gyula versére íródott mű. A harmadik pedig Ben Oakland, Java Jive című műve hangzik majd el. Szálljon fel, énekünk, ó, hogy dallam a szívnek éltető új erőt adjon, mert boldog, aki énekel vidáman.
coffee and tea, and the chiding and me. A cup. Oh, I love Java, sweet and tart. Whoops, Mr. Motto, I'm a coffee pot. Shoot me the boat and I pour me a shot. A cup. Hölgyeim és uraim, kedves vendégek! A Dr. Honoris Causa cím kitüntetésben részesült Szemerédi professzor úr székfoglaló előadása következik. Mi a szerepe a matematikának a mindennapi életben, és miért fontos a matematika címmel? Felkérem professzor urat előadásának megtartására, illetve megkérném az elnökséget, hogy az első sorban foglaljon helyet. Köszönöm szépen! Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy a díszdoktori oklevelet kitüntetést az Óbudai Egyetem nekem ajándékozta. Nagyon köszönöm minden jelenlevőnek, hogy meg fogja hallgatni ezt a nem egészen jól sikerült előadást, de megígérem, hogy nem lesz egy hosszú. A szöveg az angolul van, de ez nem számít sokat, mert sem angolul, sem magyarul nem szoktam jobb előadásokat tartani. De azért igyekszem, tehát igazából csak a képek érdekesek, és majd látni fogjuk, az alatta levő szöveg az gyakorlatilag lényegben magyarul is olvasható. Tehát az előadás első felében szeretném megmutatni, hogy a tiszta matematika akármit is jelent ez, ugye az alkalmazásra kerül, és csak két példát hozok föl, sajnos figyelmetlenségből, és ezt igazán sajnálom, és elnézést is kérek, a mérnöki tudomány nem tartozik közé, tehát csak két példát szeretném megmutatni, hogy a tiszta matematikának milyen óriási hatása van a mindennapi életünkre. És ez a két téma az egészségügy lesz, nem pontosabban ugye az orvostudomány, és a közgazdaságtan. Akkor talán kezdeném is a kezdetekkel. Hát legelőször, még az idő kezdetén, a tudományok nem váltak szét. Tehát Pitagorasz, Plátó, Arisztotelész, de még Descartes, Pascal és Leibniz is szinte mindennel foglalkoztak. Mondjuk Leibniz azért már inkább fizikus és matematikus volt, de filozófiával is foglalkozott. Tehát a legelén látjuk, hogy nem váltak szét a tudományok, mindent együtt műveltek. Nagyon szép dolog volt, de hát tudjuk, hogy na már ez teljesen lehetetlen, hiszen annyira speciálozottak a tudományákban. És akkor itt van egy kép,
hát amit szeretnék magamnak tulajdonítani, de hát nem sajnos, mert erre Raffael is igényt tart. Tehát hogy ez egy Raffael kép, ahol ott a tudósok ismert képe, ugye megvitatják a kérdéseiket, tudományos kérdéseiket. Tehát az első, aztán egy később időben a tudományok ugye szétváltak. Most már mindenki nem foglalkozott mindennel, hanem kialakultak az úgynevezett specialisták, ugye, és a speciál tudományágak, különböző tudományágak. Itt nem sorolom fel az összet, csak néhányat kirabadok, talán a legfontosabbakat, de hát ez igazán szubjektív. Tehát nem ragaszkodom hozzá, hogy ezek a legfontosabbak, minden esetre nekem ez. Tehát a fizika, matematika, asztronómia, kémia, geológia, biológia és közgazdaság. Tehát még vannak ugye mások is, de most egyelőre csak ezeket említem. Ugye látni mindegyiknek a jelképe, itt ez egy találós kérdés is lehet, hogy melyik mit szimbolizál. Tehát azért megyünk a következő oldalra, most nem mondjuk meg ezt a kérdést. És akkor most térünk rá az igazi témára, hogy néhány alkalmazása a matematikának. Ugye azért kiemelem, hogy néhány, mert ugye nagyon rövid idő a rendelkezésre, de hát sokat én sem tudnék, akármennyi idő volna, tehát csak néhányat emelek ki. Ezek közül az első az orvos tudomány, és azon belül is valamiért, mert most nagyon, nem csak az, hogy nagyon divatos az emberi agynak a vizsgálata, hanem abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az agykutató, agykutatásban bizony nagyon sok magyar kutató részt vesz, és világviszonylatban is kimagasló eredményeket érnek el. Például az első agydíjat három magyar kutató, Muzsáki, Somogyi és Frant kapta. És hát azóta is nagyon nagy laboratóriumban vizsgálják, és mind Magyarországon, mind külföldön jó részt, hát nem jó részt, hanem nagyon sok magyar tudós részvételével. Tehát az emberi agyról lesz szó, és itt csak egy alkalmazását mutatnék be a matematikának, és ez mégpedig a CAT-scan. Ugye, amivel lehet egyik legfontosabb diagnosztikai eszköz manapság. Hát ez itt ott, oda van írva, hogy ez honnan jön. Hát a kettő, ugye a Strice és a Graphia, az pedig a Describing. Hát mindegy, ezt elfelejtettük, mi egyszerűen csak a CAT-scannel fogunk foglalkozni. Hogy néz ki a CAT-scan? Csak nagyon röviden, ismétlem, nem vagyok szakértő, tehát csak ezeket a képeket sikerült összeszednem. Tehát a CAT-scan durván úgy működik, ugye, hogy itt az agyunk, és akkor egy síkot ugye fektetünk rá, látni az a kört, ugye, tehát ez egy sík, és akkor azt próbáljuk vizsgálni. Tehát látszik, hogy ez egy ilyen szeret, egy sík, ugye az agynak ugye egy szerete. És hogy értékeljük ezt ki, miért jó ez nekünk, következő oldalt kérném. Hogy ugye azt csináljuk, illetve hát nem azt csinálja az orvosok, a technikusok, hogy sugarakat bocsátanak, ugye itt ezzel a síkra koncentrálnak, és sugarakat bocsátanak ki, és ugye a másik oldalon ugye az kivetíti, és akkor megjelenik egy ilyen kép. Na most ez a kép, tehát ez a képe ennek ugye a sugárnyalábok összességének. Ugye minden egyes sugáron, azért, hogy értékeljük ezt ki? Hogy minden egyes sugáron, ugye, ez hozzátartozik egy függvény, és itt jön a tiszta matematika. Ez Fourier analízis, amit sokkal korábban egész más célra szolgál, célra találták ki, alkalmazták, azon kívül ugye kódolás elmélet is van benne, tehát nem feltétlenül, hogy a kezdjen vagy egy konkrét alkalmazásra egy kidolgozva, hanem önmagában is megállják a helyet, és végtelen fontos területei az úgynevezett tiszta matematikának.
Tehát akkor megkaptuk, ugye itt egy sugár, az ugye van ez a kép. És akkor a következő sugáron is szintén van egy képünk, és akkor ez így az összessége, következő oldalt kérném, hogy ezt fogja nekünk megadni azon a szereten, hogy hogy viselkedik az agy. Például ugye, hogyha van egy sugár, és az beleütközik például egy rákos sejtbe, akkor ott más lesz a sűrűsége, ugye ott annak a pontnak. Tehát pontosan ez, hogy a sűrűséget hogy mérjük, itt van a matematikában benne, hogy milyen mértéket rakunk, ugye, hogy van arra a sugárra, hogy elemezzük, és persze aztán a vetületét ennek. Az világos, hogy számtalan, de akkor elforgatjuk, következő oldalt kérném, talán ott van, hogy ugye nem csak egy felvételt készítünk ugyanarról a szeletről, hanem nagyon sokat, ami azt jelenti, hogy elforgatjuk ugye a sugarakat más irányba, és akkor az úgy körbe megy, és akkor különböző metszeteket tudunk kapni, de ez még mindig csak egy sík metszete az agynak, ugye egy szelete, ha így fejezhetem ki magam, és ott ezeket nézzük, különböző szeletek, persze világos, hogy már és a különböző szereten, ugye más-más ugye sugár szögek más-más képet fognak adni. És akkor a végén mi történik, ugye egy szeretből nem tudunk visszakövetkeztetni, hiszen az agy az háromdimenziós valami, akkor a végén összerakják. Ugye ahhoz, hogy össze tudjuk rakni, ez egy végtelen sok adatról beszélünk itt, ugye, és ezt végtelen gyorsan kell analizálni. És hát ez rendkívül nehéz kódelméleti feladat, amit szintén korábban már vizsgáltak, megint egész más okok miatt, hát a kódelmélet ugye kombinatórián is nagyon fontos szerep játszana. Ha egyáltalán egészségesek lennék és sohasem lenne szükségünk székére, akkor is a kódelméletnek az a része kidolgozásra került volna. Nem? Következő kérném. Hát itt most csak ugye egy kicsit olyan, minden eladásba valahogy egy kicsit bele kell szőni a pénzt, pontos dolog. Akkor itt csak azt szeretném illusztrálni, hogy ebben ezt fontosnak tartják olyan emberek, akinek láthatóan szinte semmi köze sincs az agykutatásához, hiszen egészen más az agyuk. Két példát szeretnék csak mondani, hogy Paul Allen, aki a Microsoftnak volt a ezt Lovász Laci tudná legjobban elmondani, hogy nyilván sokkal többet tud erről. Az egyik megalapítója a Bill Gates-el, nem tudom, hogy ki volt a harmadik sajnos, de minden esetre ő az egyik megalapítója volt, és most, nem is olyan régen, egy intézetet alakított, az agykutatásnak az intézetét, ahol hát ez egy nem profit organizáció, itt egyszerűen az a cél, hogy ugye segítsen az orvosoknak, az orvostudománynak, és akkor 500 millió dollárt adományozott, és továbbra is adományoz. És a érdekessége ennek az intézetnek, hogy agykutatásról beszélünk, ami lényegében orvosi tevékenységnek számít, vagy legalábbis biológiának, ott a legnagyobb csoport, a kutatóknak az matematikus. Mégpedig ezek olyan matematikusok, akik ugye a matematikában itt egy persze megállnék, meg kellene különböztetni egy kicsit erőltetett alkalmazott matematikát és tiszta matematikát, azért ezek összeérnek, de ha nagyon durván szeretnék fogalmazni, akkor az alkalmazott matematika az olyasmi, ami valószínűleg ők, mint mérnökök ugye kultiválják, hogy megvan egy konkrét gyakorlati feladat, amit meg kell oldani, és ahhoz már ismert matematikai módszereket használnak, ami persze rendkívül nehéz is lehet. A ellenben, amiről most én beszélek, az az, hogy már korábban felfedezett matematikai módszerek, tiszta matematika, nem valószínű nagyon sokan, akik ezzel foglalkoztak, nem is törődtek azzal, hát jóval megerőzték a kecskem korát, hogy mi lesz vele. Egyszerűen önmagáért a feladatért gondolkoztak és kidolgozták az elméletet. Tehát van egy másik oldala, a tiszta matematika, amit láttuk itt, ez már ezen az egy példán is, hogy később
rendkívül fontosságú alkalmazást nyer. Tehát a tiszta matematikának, erre még az előadás legvégén vissza fogok térni, hogy van ez az ez a előttem valamennyire értetetlen, de örömteli szerepe, hogy 20-30 esetleg 40 évvel később igenis elképesztően komoly alkalmazást nyernek. Holott a kutatónak a szándéka egészen más volt, nem gondolt arra, hogy később ez alkalmazást nyer. Tehát ezért, nő azt majd később fogom elmondani, hogy ezért mit kellene csinálni, mi erről a véleményem, akár jó, akár rossz. És ugye egy másik ugye, a kutatóintézet, a Simons Foundation-nek a kutatóintézete. Simons matematikus volt, egy kiváló matematikus, aki utána rájött, hogy hát nem csak matematikával kiváló, hanem ő ugye megalakított egy, hogy kell ezt mondani magyarul, egy ilyen broker céget, tehát mindegy, mindjárt tudjuk, hogy miről beszélek, és nagyon-nagyon sok pénzt keresett, hihetetlen jó, gyors programé voltak, azt hiszem, hogy valutaváltással foglalkozott, az volt ebben a sok jó tevékenysége. Tehát, mint hogy nagyon gyors és jó program voltak, mindenki egy kicsit megelőzött, és óriási vagyonra tett szert, de ezt nagyon jó célra használja föl. Tehát az, a Simons Foundation az mindenféle jellegű kutatásra óriási pénzeket ad, és nagyon jól végig gondolja, hogy mire adja a pénzt. Ez fontos, ez nem kell hozzátennem, ezt mindenben érezzük. És 2014 júliusában követve Allen, nem tudom, hogy miért ilyen alig látni már a zöldet, hogy ez az én hibám, vagy nekem mindig ilyen szerencsém van az ilyen technikai eszközökkel, megnyomni zöldet, mindegy. És ő is megalapított egy intézetet, tehát egy nagy csoportot, ahol csak matematikusok vannak, akik persze kooperálnak a biológusokkal. És az történik, hogy az elméleti matematikusok azok a biológusoknak vagy az orvosoknak javasolnak matematikai és számítógépes megközelítését, hogy milyen kísérleteket hajtsanak végre, hogy megértsék azokat az adatokat, amiket a kísérleteik során kaptak. Tehát ez egy rendkívül fontos tevékenység, és itt szeretnénk kiemelni, hogy itt nagyon híres, nagyon nagy matematikusok dolgoznak itt ebben az intézetben. Egy kicsit Allennek az intézete az alkalmazás orientált. Igazából tulajdonképpen el is ad néhány terméket, ugye, mert amilyen százszínűen készítenek, de mindegy, a Science az nem ezt csinálja, hanem nagyon nagy matematikusok modelleket készítenek, javaslatokat tesznek, amit aztán kísérleteiknél, az adataik feldolgozásánál a agykutatók rendkívül hatásos módon gyakorolják. Holott nézzük meg, már is eredmények vannak, talán még egy év se tettek, ugye, a megalakítás óta. Tehát szinte hirtelen kapták az eredményeket. Majdnem, hát ez egy csúnya szó online. Következő oldalt kérném. Ez egy új, hihetetlen, most fogok, benne van a hiba biztos, hogy jól megkérni. Egy neuroekonomia, amiről nem is igen, én legalábbis nem is igen hallottam egészen addig, hát a egyik lányomtól igen, amíg el nem kellett készíteni ezeket a szlájdokat, és azért lett lehetővé ezzel foglalkozni, hogy egy van oda a CAT szkenünk, meg az MR, magyarul nem tudom, talán MR-nek. Tehát ugye az MR technológia, tehát az agyat nagyon egész fontos képet tudunk nyerni, hát ezt nem értem, hogy miért. Miért? Lehet, hogy itt a vagyom az eleső. Köszönöm szépen. Harmadikat is kérni. Igen, tehát itt a dolognak a lényege, hogy ez egy rendkívül bátor kezdeményezés, rendkívül bátor terület, mert itt a következő mondat láthatjuk, hogy az a feltételezésük, hát igen, jogos feltételezés, hogy az ember nem viselkedik racionális módon. Ugye például itt ülünk, amikor más
dolgunk is lehetne, és így tovább sorolhatnám, nem viselkedik racionális módon, és ezt vizsgálják, ez rendkívül sok információt ad, és ez a research, ehhez a kutatáshoz nagyon sok disziplinát, különböző disziplinát kell használni, ezek ugye közgazdaságtan, hát nem értem az a neve, akkor pszichológia, kicsit elanyagolt, neurológia, hát nem tudom, hogy a különbség azért van, mert ez inkább talán orvosibb, mint a pszichológia, amit talán lelki folyamatokkal foglalkozik, ebben nem vagyok egészen biztos, és egy nagyon-nagyon fontos része megint az elméleti matematika. Ez a négy disziplina együtt dolgozik, és egy egészen új ágát a tudománynak elindította, és fontos, mert bizony-bizony sajnos ez az időjelbe került mondat, ez nagyon sok minden elárul, és nagyon sokszor igaz, és ezzel foglalkoznunk el. Következő, már nem sokára végre érek. Hát itt nagyon gyorsan összefoglalom, nem is igazán, hogy ahogy közgazdaságban, de persze szerte ágazóak a kutatások, én csak még nevek nélkül mondanám, ekonometria, mindenki ugye ismeri, hogy az kell, hogy az adatok feldolgozásához, optimizáció, az is kell közgazdaságtanban. Itt ugye le van írva, hogy ugye hogy alakult ki a legfontosabb volt ugye a lineáris programozás. Itt azért az érdekesség kerül, megemlítem, hogy ezt Kantorov is dolgozta ki a 40-es évek elején, ha jól tudom. Tehát akkor a második világháború volt, tehát az eredményei titkosnak tekintetjük, hogy a világ nem tudott róla, és igazából a szimplex módszer, ugye a lineáris programozásban, az valahogy azt hiszem, hogy George Danzig nevéhez kötik, mert ő publikálta azokat az eredményeket, amiket a Laci megint sokkal jobban meg tudtam mondani, mint én, nem az én területem. De az ő eredményei lényegében egybeesnek a Kantorovics eredménye. Nyilván van különbség, mint hogy ez későbbi valószínű van fejlesztés, de azért az alapgondolatok azok ugyanazok, és egy rendkívül hatásos módszer, hogy a lineáris programozás nélkül bizony előző optimizációt és dolgokat csinálsz. Persze aztán most már van nem lineáris programozás, tehát sok minden, de azért ez volt a kezdet, egy rendkívül fontos kezdet. És akkor most itt rátérnék a játékelméletre, ahogy John von Neumann volt, aki először, legalábbis neki tulajdonítják, kidolgozta a dualitás elméletét, és ennek az alkalmazását a lineáris optimizációs problémák megoldásához, és ezt alkalmazta az akkor még, hát nem tudom, lehet-e mondani, játékelméletre. Hát a játékelméletnek az királyi már megvoltak, azért ez még a kezdet. Következőket kérném. De itt igazából tulajdonképpen akár el is hajthatnám, mert ez csak egy szemlélet. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a játékelmélet az egyik legfontosabb tétel, a Nash Equilibrium, ugye azért Nobel-díjat kapott a magyar, debuta vagyok, hogyha elfelejtettem a nevét, Kacu, ki voltam? Harsányi, köszönöm szépen, hogy ilyetekben mindent elfelejtek. Hát nem lett volna csoda az eladás is elfelejtettem volna, de nem, a Harsányival. Meg kell jegyeznem, hogy most kapott Nobel-díjat a NES. Ez már nem tartozik az előadáshoz, ez csak egy történet, amit hallottam, lehet, hogy csak Pletka. Tehát ő egy kis óriási nagy ember, természetesen, ez megkérdőjelezhetetlen. De az 50-es években rendkívül nagy matematikus is, és parciális differenciális egyenletek elméletén dolgozott, tehát egy nagyon-nagyon komoly eredményeket ért el, egy elméletet kidolgozott, Nirenberggel együtt, párhuzamosan egymástól függetlenül, és állítólag akkor lett mentálisan instabil, hát nem tudom, hogy azt hogy kell kifejezni, nem szeretnék erőszavakat használni, mert nem kapta meg a Filcmedált, tehát ez persze csak egy pletyka,
akkor a Rót kapta helyette, és ez ő neki nagyon rosszul esett, és elindított az utat. Hát szerencsére most már teljesen rendben van, és újra dolgozik. Azért elég sok idő kimaradt az ő tudományos munkásával, hosszú ideig nem folytatott tudományosra, de hát ez semmit sem mond az egyetemiből. Tehát ő volt az, hogy az talán a leghíresebb tétel indította a játékelméletet, és ez itt csak egy példa, amit nem tudom, hogyha a közönséget érdekli, akkor elmondom, ha nem, akkor ugorhatnánk. Tehát érdekli, igen, akkor ez tulajdonképpen, ugye ott miről van a nemzsekről, hogy az ellenfelek, ugye, hogy kooperálhatnak el, tehát érdemes kooperálni, lényegében erről van szó, hogy se kőkazász nem vagyok, se olyan matematikusan területen dolgozik, valószínű hibánkat fogok véteni, de mégis, tehát mi a prizonyalatban, mi az a börtön, tehát, hogy a rabok dilemmája, tehát két rab van, tehát két szemét letartóztatnak a büntény színhelyén, és azokat bebörtönzik. És egyáltalán nem tudja, hogy a rendőrség, hogy melyik a kettő közül, melyik követte el a bűnt. És akkor mind a két személy megkapja a lehetőséget, hogy vagy beszél, tehát mi az, hogy ugye tanúsít, igen, köszönöm szépen, tanúsít, hogy a másik követte el a bűnt, vagy nem szól semmi, csöndön. És itt van persze, egy kicsit jobban meg kell ezt fogalmaznom, hogy mi az ajánlata ugye a rendőrségnek, vagy az igazságszolgáltatásnak, a következő képet kérem. Hát ugye A és B az a két, ugye láthatjuk egyik rab, vagy az A rab, ez a B rab, és a következőt ajánlották nekik. Ha mind a kettő, tehát ők nem tudnak egymásról, hogy mit fognak mondani, de ha mind a kettő csöndbe marad, akkor hát mint úgy, hogy az igazságszolgáltatás nem tudja eldönteni, hogy ki volt a gyilkos, jogos, egy élet kap mind a kettő. Hát mert azért meggyilkoltak ketten egy eredményt valamelyik közül. De ha A és B mind a kettő ugye szemét módon is elkerik, elég csúnya szó, tehát egymást megcsalja olyan értelemben, hogy mind a kettő a másikra val, akkor hát persze, hogy velük nyilván valami baj van, tehát jogos a két év büntetés. Itt jegyezzék meg, hát ugye persze ugye eladás közben kell néha mondani, hát lazítani egy kicsit, hogy hát például ez elképzelhetetlen lenne a szicíliai maffia esetében, ugye? Akkor törvény a hallgatás, tehát ott a második kimarad. Valószínűleg nem is foglalkoznak játékelmére. Tehát, hát játék az csak egy kicsit ilyen szigorú. De ha az A az bevádolja a B, de a B az nem szól semmit, tehát ő csöndbe marad, akkor ugye, mint hogy az ára nincs semmi bizony, az ára nem vallott a B, akkor bizony a B az 3 évet kap, mert az ára vallott, és az A szépen elsétált szabadon, és esetleg elkövetett következő gyilkosságot. De hát akkor ugye szerencsé van, a B nem fog be, mert ő már a börtönbe ült. Tehát akkor a kérdés az, na most mi a helyes stratégia, mit kellene a két letartóztatottnak csinálni. Hát két lehetőség van, vagy ugye most azt nézzük csak, hogy nem beszéltek össze, hogy a kooperatív pont az a lényege, hogy összebeszélhetnek például, hogy mind a két azt mondja, hogy nem vallunk egymásra. Sajnos az emberi természet olyan, hogy sokszor nem tartjuk meg az ígéretünket, tehát még az se biztosan teljes biztonságot, de most tegyük fel, hogy nem beszéltek össze egymással, mi lenne a helyes taktika? Hát ugye mindjárt önzőek vagyunk, szeretnénk szabadulni, hát ha nagyon önzőek vagyunk, akkor vajon a másikat kell-e vádolnunk, mert mit gondolunk, hogy hát ha a másik az csöndbe marad, és akkor szépen megszabadulunk, a másik persze leéli a 3 évet. Igen ám, de az egész dolog szimmetrikus, tehát a B is ugyanúgy gondolkozik, hogy hát ugye ő
a vállok a másikra, tehát hogy mondjam, csak a vállok a másikra, a másik csöndben marad, én megyek el. Na tehát, tehát azért feltételezhetjük, ugye, hogy mind a kettő ugye egyformán gondolkozik, és azért nem nagyon bízik a másikba. Tehát mi a legjobb, akkor mind a kettő, mi a legjobb stratégia? Ugye a 0-3 lehet, ha az egyik csöndben van, a másik pedig várja a másikat, de hát azért ez elég valószínűtlen, mert azért mi két gazemberről tegyük fel, beszélünk, akkor azért valószínű mind a kettő várja egymást, és akkor bizony ott van a két év büntetés. Tehát mi a legokosabb stratégia? Hát igazából ez ugye egy kicsit általánosítható is, hogyha bízunk egymásról, még akkor is, hogyha valami nagy bűnt követtünk el, nem valós, csöndben valós. Miért? Mert akkor mind a ketten egy évvel megvalósulni. Ugye? Tehát ez egy általános tanulság, na nem ezért mondtam fel ezt a példát, hanem azért, hogy 2-3 percet nyerjek, de hát azért ez tanulságos példa, hogy viselkedésnél vagy kooperációnál, például ellenségek is ugye kooperálnak, pontosan az a lényeg, hogy az ellenségek kooperálnak, és mégis nyernek ezzel. Jó. Tehát következő oldalt kérném. Na itt nagyon gyorsan átfutok, hogy hát na most mi a nagy dolog, hát persze investálás, ugye? Bankok vannak, broker cégek, és így tovább. Ezt ne, ugye, akkor nagyon fontos persze modellezni, hogy majd mi lesz a tulajdonnak, a részvénynek, és így tovább az árhullámzása, és ugye ezt sztochasztikus optimizációval oldják meg, hát néha tévednek persze, tehát mégis ez egy módszer, egy matematikai módszer, és hát sok-sok-sok broker cég bízik elő benne, egészen biztos, hogy benne, hogy a hátsó szobában bizony nagyon sok matematikus ül egy ilyen nagy cégnek, akiről senki se tud, és ezek ezzel foglalkoznak. És akkor az másik, ugye az egy nagy híres elmélet volt, hogy a megjósolni, hogy az opciók, tehát hogy kell, milyen riszket kell azonosítani, az ár mozgásához a különböző termékeknek. Tehát eladni, venni, eladni, venni, tehát hogy ugyanaz, vagy szétteríteni, és mindegy, ez egy rendkívül fontos, és ez matematikai eszközökkel volt kidolgozva. Hát bizony, tudunk rá példát mondani, hogy csődöt is mondott. Hát a harmadik, ez itt nincs mese, ez itt fontos dolog. A nagy, ugye amikor rendkívül sok adat áll rendelkezésünkre, ugye ma már ugye nagyon olcsón, nagyon komplex adatokat is tudunk elemezni, pontosan felhasználva a rendkívül gyors számológépeknek a kapacitását, olcsón és gyorsan. És hát és a legtöbb jelenlegi ekonomiai kutatás az nagyon helyesen hát empirikus, hogy nem kutatás, hanem tapasztalat, köszönöm szépen. Egészen elképesztő, egy 10 perces előadáson belül legalább 6-szor nem jutott eszembe. Tehát valószínűleg rövidebbre kell fognom ezekről az előadásaimat. Jó, tehát akkor, de most egy példát szeretnék erre mondani, hogy például a bankok, amikor a kamatot meghatározzák, akkor pontosan rendkívül sok adatuk van, és azok alapján empirikusan, hogy az előző évből is rendkívül sok adatokat tudják, hogy milyen kamatpolitikát folytattak, pedig a Federal Reserve az ez alapján állapítja meg a jelenlegi kamatot. Nem tudom, hogy a magyar hogyan csináljuk, könnyen lehet, hogy ők is nagyon sok adatot dolgoznak fel ahhoz, hogy megállapítsák, hogy mi lenne az ideális kamat. Többnyire sikerül legyen igazság. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon nagy adathalmaz fel tudunk dolgozni. Következő oldalt írni. De, hát itt azért van egy figyelmeztetés, hogy csak ugye a matematika alkalmazása úgy becsukott szemmel vagy vakon, az nagyon veszélyes. De nem azért veszélyes, mert a matematikával van baj, nem, matematikával
igazából nincs baj, hanem azért, mert a következő történik, hogy a matematikai modell az tökéletes, az korrekt, de az a baj, hogy az emberek azok irracionálisan is viselkednek, amit a matematika modell nem vesz figyelembe. És ezért aztán hiába jó a matematikai modell, rossz aktuális ekonomiai elmélethez jutunk. Hát ez történt most az összeomlásnál, ugye? Ez nagyon ritkán fordul elő, de ha előfordul, akkor végtelenül nagy kárt tud okozni. Hát igen, itt van, amiről beszéltem, hogy hát igen, a matematika, hát sajnos a matematikusoknak is hibája, ugye például még játékelméletileg, feltételezik túlságosan erősen azt, hogy a különböző részei a résztvevőknek, ugye lentétes idegen részei, azok racionálisan viselkednek. Hát nem viselkednek racionálisan mindig, ezt mi jól tudjuk, tehát annak ellenére, hogy a matematikai modell jó, ezt a pszichai jelenséget nem veszik figyelembe, nagyon nehéz, nem építik be az ő modelljukba, érdekes lenne beépíteni, hogyha ez lehetséges lenne, nem tudom, hogy ezzel foglalkoznak-e már. Tehát ezért van itt a warning, a figyelmeztetés, hogy hiába jó a matematikai modell, ettől sajnos még az arra alapozott gazdasági modell az elképzelhető, hogy bizony-bizony nagyon komoly negatív következményekkel jár. Következőt kérném. Itt a technológiáról még beszélnénk, mert hálózattudomány, ugye telekommunikáció, különböző, csak gyorsan felsorolok, mindjárt ismerjük lényegbe, telekommunikációs network, számítógépes network, biológiai network, például az agy, és szociális network, ugye hát az is végtelenül fontos. Tehát ezek a területek, ezek bizony nagyon nagy gráfok, és ezeknek a teleknek a vizsgálatához nagyon sok mindennek kell együtt jönni. A gráfelmélet is, a sokáig lenézett gráfelmélet is végtelenül nagy szerepet játszik. Akkor a statisztikus analitikai módszerek is fontosak, az adatbányászat nem igazán jó szó, ez a három együtt, a negyedik nem annyira fontos, de azért az mégiscsak a statisztikának egy nagy része, ez a négy együtt kell ahhoz, hogy effektíven tudjuk vizsgálni ezt a négy, hát sokkal több ilyen hálózaton persze, csak ezt a négyet emeltem ki, ez egy kicsit szubjektív a kiemelés. Igen. Jó. Hát itt csak, hogy mire használhatják, hogy információkat elő lehet, szét lehet szórni, paralizálni lehet, párhuzamos számításokat lehet végezni, meg distributed computation számításokat, és így tovább millió példája van a következő kérném. Hát a jelenlegi matematika az nagyon nagy struktúrákat vizsgál, igazából ott látni azt a képet, ez a nagy struktúra, ez tulajdonképpen nem más, mint egy gráf, csúcspontok, és akkor összeköt élet bizonyos súlyokkal. És ez most rendkívül széleskörűen vizsgált terület, valami minimális hozzájárulás, tehát még mielőtt ezt mondanám, azt mondanám, hogy először a durva megközelítés, de elég finom megközelítés, az, hogy egy ilyen struktúrál úgy nézzük, hogy ez három alkotó részből áll, ismétlem durva, de nem nagyon durva, nagyon sokat elárul az egész gráfról, hogy van egy alapvető struktúra, amit nagyon könnyű leírhat, amit könnyen leírható. Aztán van egy véletlen struktúrája ennek, a véletlen az nagyon jó, mert ellentétben, amit az emberek hisznek, a véletlen az a lehető legjobb dolog, és a lehető legszebb struktúrákkal rendelkező dolog, és akkor van egy harmadik, ami egy kis error, amit tulajdonképpen a vizsgálatoknál elhanyagolhatunk. És hát valamennyi kevés hozzájárulásom
még annak idején nekem is volt, tehát később nálam sokkal erősebb, sokkal szélesebb látókörű matematikusok tovább fejlesztették az elméletet. Ezek közül nagyon sok magyar van, hát most éppen ugye az ember mindig kizereg, az egy alapvető tulajdonsága. Lovász Laci, ugye rendkívül jelentős szerepet játszik, de egyébként először Tóth Tésos Verát és Veszel Gombik Hatit kellett volna említenem, hogyha elő az etikett szabályainak ugye azt figyelembe veszem, de minden esetre akkor Abért Miklós, Szegedi Balázs és sokan mások, tehát nagy örömömre nagyon sok magyar kutató foglalkozik ezzel a rendkívül fontos területtel. Jó, következő oldalt kérném. És ezek csak persze képek, ugye hát ez egy nagy gráf, ez egy nagy network, ugye látszik, hogy ezek a fehérek azok, ugye, hogy két pont között azért nem ugyanaz a érnek, nem ugyanaz a jelentőség, vagy a világos élet, hogy egy rövid távolságot jelentenek. A hosszú, ugye azok a sötétebbek, hát ugye az a nagy távolságot jelent. Tehát ugye ez egy súlyozott gráf, de mindegy, az előzőek érvényesek erre a súlyozott gráfra. Ez igazából egy hálózata a légi közlekedésnek. Ugye láthatjuk itt a földrészeket, azt is látjuk, hol vannak a csoportok, milyen, hol van a legsűrűbb része, ugye házat égik, itt nyilvánvaló óriási légi forgalom van, itt ugye két óceán, ugye két földrész között látjuk, Európa és Észak-Amerika között azért lényegesen több, mint Európa és Dél-Amerika között, és itt azért ez igazából, hát csak azért, mert sikerült megtalálni ezt a képet, és elég látványos, de ez egy élő network, és ez egy nem egy kreált valami, hanem ez tényleg létező, és végtelenül fontos a légitársaságoknak ezt elevezni. Következő kép szeretném. És hát ez a visszatérünk az eredetére, hát ez az agyat kívánja modellezni, ez is egy network, a neuronok, és ugye az őket összekötő, de ott kommunikálnak egymással. Hol sűrűbben, hol ritkánban, hát ez magának az agynak a mondani, mutatnám így a gráf szerkezete. Lehet, hogy nem kerül kifejezés, de hát én egyelőre ezt használom. Ja, tehát látjuk, hogy mindenütt gráfok, nagy gráfok azok szinte megkerülhetetlenek, persze attól, hogy mivel foglalkozunk, rendkívül fontosak el is ezeknek a vizsgálata. És hát ez bizony teljesen elméleti vizéből, gráfelméletből indult, és így tovább, míg a kezdetén senki nem gondolt arra, hogy ilyen alkalmazások lesznek. Nem azért készültek azok a tételek, vagy azok a vizsgálatok. Szerencsére aztán 20-30 évvel később bizony nagyon fontos alkalmazás lehetett. Valahogy nagyon fontos alkalmazásokat találra. Nem egy hülyeség. Harmadik mondatot mondom az egyre, hogy még rosszabb lesz, úgyhogy mindjárt jó, köszönöm szépen. Jó, most akkor itt lezártam az eladás első részét, és csak egy kis propagandát szeretnék, és azon kívül ugye nem tudom, kormánytisztviselő van-e, vagy mi hasonló, de ha nem, akkor ugye a tudományosok nem kell, akinek persze nem kell mondani, mert ő valószínűleg hasonló elvet val. Tehát, hogy a matematika, tegyük föl, hogy nem létezik a külvilág, hanem csak matematika már nekünk, tiszta matematikusoknak, akkor se törődünk akkor a külvilágon. A matematika önmagában egy rendkívül fontos, az emberiség kultúrájához hozzátartozó dolog, hát az egész számoknál nincs szebb, ugye? Kronecker, a nagy matematikus mondta, hogy az egész számok az Isten, az egész számok az Isten teremtette, és minden más az ember alkotása. Hát ez ugye egy kicsit erős állítás, de hát ő elég nagy matematikusok megengedhette, és valamilyen igazság is van benne, hogy az egész számokat manapság is vizsgálják, rendkívül érdekes, és szinte semmit sem tudunk róla. És a másik dolog a szépség. Tehát a szépség mindenütt jelen van, az egy alapvető dolog, nem? Az életünkben legyen az irodalom, bármi művészet, és itt tovább a matematikába, és itt van ugye megfogalmazva a kulcsázat egyik legnagyobb matematikusa mondta,
hogy a szépség a matematikában a legelső teszt. Tehát ha valamelyik bizonyítás, egy kicsit erősködő az állítás, tehát nincs helye csúnya bizonyításnak a matematikában, hát ez nem egészen igaz, bizonyítás, de mégis matematikus úgy is érzik, hogy a szépség az végtelenül fontos a tevékenységünk során. Ez csak egy személyes dolog. Én lényegében azért lettem matematikus, vagy egyáltalán az vagyok, hogy másodikos koromban a matematikus a tanárszakon, ami akkor megvetett szakot. Tehát ha valakit nem vettek föl más szakra, akkor matematika fizika tanárszakra jelentkezett, tehát 200-as létszám osztályok voltak. De a második évben Turán Pál, aki nekem istenem, az egy óriás, egy csodálatos eladást tartott számelméletből. Számelmélet különböző területén ment végig, és gondoljuk el ezt másodéves matematika fizika szakos hallgatóknak. Elképesztő anyag volt, és akkor nem vettem észre, akkor tapasztaltam, hogy a matematika az gyönyörű, és egy olyan dolog, amivel érdemes foglalkozni. És ez az eladás igazából az, ami azt okozta, hogy a matematikus szakot választottam. De most akkor még hozzátennék néhány provokatív megjegyzést. Ugye most felejtsük el ezt, most már több nem kell, tehát több hibát nem követhetek el ezzel a hogy tehát a matematikusoknak az úgynevezett tiszt, akik ugye elmélettel foglalkoznak, nagyon sokszor ugye az a vád él minket. Most az egész matematikus tiszta matematikusokkal foglalkozó társadalomról beszélek, mert nem érdemes egyes kutatókat kiemelni. Az egészet együtt kell tekinteni, tehát az egésznek a hozományát, vagy éppen annak ellenkezőjét. Tehát nekünk szemünkre vetik, sokszor, hogy ugye csak ülünk a szobában, vagy éppen sétálunk, és hát saját szórakozásunkra elméleteket gyártunk, és hát ez szépek, de az égvilágon semmi haszna, ugye a gazdasági életben. Most persze látunk ellenpéldákat, hogy ez szó sincs róla, ez 30-45-en vagy akár szárnyúban megváltozik, és hihetetlenül kevés pénzért, mert a tiszta matematika művelés az bizony elég olcsó, nem nagyon, de azért összehasonlítva már tudom, hogy nem van nagyon olcsó, és óriási eredménye, hozománya van a gazdasági értelemben is. De én nem erről szeretnék beszélni, hanem megmondom őszintén, nem dicsekvésképpen, néhányszor újságíró kért riportot, és azzal kezdte, hogy ő hülye a matematikához. Ez a szemlélet valahogy benne él a szélesebb társadalomban, ezt tehetjük, hogy valahogy az egyáltalán nem számít, hogy hülye vagyok a matematikához, nem érdekel, de nem mondta ezt, hogy hülye vagyok a festészethez, a költészethez, vagy valami. Ilyet én még nem hallottam, ugye ahhoz érdekel. Tehát ez egy végtelenül egyoldalú megítélése, ez a matematika ugyanúgy az emberi kultúrához tartozik, sőt, tovább lépek, kevésbé veszélyes, mint a művészetek. Miért? Például, ha este nem tudok elaludni, egy könyvet olvasok. Ha a könyv jó, nem tudom letenni, kettőkor alszom el, másnap nem fogok dolgozni. Ugye? Tehát van. Ugyanezt mondhatnánk a színháznál. Elmenjünk a színházba, 11-kor hazamenjünk, de hát ha együtt megyünk egy izé, akkor még megiszunk valamit, vagy elbeszélgetünk. Kettőkor fekszünk le. Mozinál. Ha jó a film, végigéli ugyanaz a történet, manapság azért kevésbé jó, és hát azon kívül ugye van ez, hogy kukoricát, ez amerikai szokás volt, legalábbis ott láttam először, de most is, hogy ezt a patogatott kukoricát eszik, szinte végignézhetetlen a legjobb film is, mert zöld. De nagyon sokan, ha a film rossz, megették a patogatot, és kimennek. És akkor időben lefekszenek. Tehát én azt mondanám, hogy nem ördögtől való gondolat, hogy a művészeteket, azokat a művészeket, írók és a támogatók, akik rossz. Tehát miért? Azért, mert akkor ugye kevesebb időt töltünk ezzel, és a gazdasági élet, ugye a GDP-ra növekszik, hiszen a termelés a sokkal hatékonyabb, ez természetesen, ez ugye csak rögtön a legelső mondatban mondtam, hogy ez provokáció, de nem egészen hülyeség. Tehát, hogyha a matematikusoknak a szemére vetik ezt, akkor ugyanilyen erővel
szemére vetetik a költőknek, az íróknak, az Isten tudja, minden művészeti ágat művelő embereknek. Mert olyan értelemben, tehát nem tesznek hozzá a gyűjtőt, tehát a gazdasági, nem, hát persze, aki megveszi és jól ne adja a képet, az persze gazdaságilag is érdekelt ember, de hogy általában osztott a szempontból, ez elhanyagolható, de persze nem. Mert ugye azzal műveltebbet veszünk, egy gyönyörű vers elolvasra után másképp érezzük magunkat, ugye? De hát persze matematikával is így vagyunk, az a baj, hogy nem olyan széles tömegkel jut el. Hát nehéz, sajnos a nyelve természete miatt. Hát azért azt nem mondanám, hogy a költészet írod, és hogy meg kellett, nagyon is kell. De csak az elejét akartam. De ha így ítéljük meg, direktben nem hoz semmiféle hasznot. Ugyanúgy, mint a tiszta matematika. De indirekten ugyanúgy, ugye, tehát, hogy egészen másképp érezzük magunkat, nem? Egy jó regény elolvasás után, tehát azért, hogy mégiscsak olyan pluszot ad, ami aztán meg is mutatkozhat, akár ezzel a rossz szóval élve, a gazdaság élete. Tehát azt szeretném mondani, hogy igenis a tiszta matematikát, tehát nem szabad őket elítélni, hogy nem csinálnak semmit, igenis nagyon sokat csinálnak az előadás első része, de ha nem csinálnák azt is, akkor is egy nagyon fontos terület lenne, hozzátartozik az emberi kultúrához, hozzátartozik a szépség fogalmához, nagyon sok mindenhez hozzátartozik, azon kívül persze az még ennyi, hogy olcsó is. Úgyhogy jó lenne, ha megváltozna ez a szemlélet, esetleg a kormányok úgy gondolkodnának, hogy a tiszta matematikát nagyon is érdemes komolyan támogatni, mert hát persze tudom, hogy még évente vannak a választások, de hogyha 20 évre gondolkozunk, akkor bizony a tiszta matematikának használ, akkor majd azok, a gyerekeink, vagy esetleg az unokáink, azok tapasztalni fogják. Ezzel szeretném befejezni a leadást, és nagyon szépen köszönöm, Rigi. Tisztelt professzor úr, mindannyiunk nevében köszönjük ezt a nagyon élvezetes és számunkra is érthető módon megfogalmazott előadást. Megkérném az elnökség tagjait, hogy fáradjanak vissza. Tisztelt vendégek! Díszdoktoravató ünnepségünk végéhez értünk. Megköszönném a jelenlétüket, és kérem, hogy hallgassuk meg együtt a szózatot.